Tisztelt gyászoló család, ismerősök, barátok, kollégák! Megdöbbenéssel értesültem Jolánkai Géza haláláról. Géza, aki annyira aktív volt, aki könyvet írt életéről, aki pályázatokat írt, aki részt vett az MTA Vízgazdálkodás Tudományi Bizottságának ülésein, ilyen hirtelen itt hagyott minket. Hiszen halál előtt egy héttel még a következő szemeszterre készült. Még jobban meglepett, hogy tüdeje áttételesen a cigaretta vitte el. Én 1985 óta ismerem Gézát, de nem emlékszem, hogy láttam volna cigarettázni. Viszont így utólag visszaemlékezve volt egy intőjel. 2003-ban együtt mentünk síelni a Möltár-gleccserre. A legmagasabb pálya 3110 méter feletti pontjára Géza csak egyszer jött fel. Azt mondta, hogy nem kap elég levegőt, és ezért az alacsonyabban fekvő pályákra ment át. Lehet, hogy ő akkor már érezte a tüdőkapacitásának csökkenését. Nehéz összefoglalni Géza eseményekben és eredményekben gazdag életét. Saját visszaemlékezései szerint a vízhez való erős kötődése gyermekkorából ered. Ennek nyarait hajóson töltötte, ahol egész nap a mocsarakban, a csatornákban pecázott, úszott. Szakmai útján a vízhez való kötődés ezentúl felmenőinek munkásságából is ered, hiszen édesapja, agyapja, dédapja és apósa egyaránt megbecsült vizes mérnökök voltak. Az általános és középiskolai tanulmányairól nem sikerült semmit megtudnom. De gondolom minden jól mehetett, mert jeles érettségével jelentkezett a Műszaki Egyetemre, ahová politikai okok miatt 1960-ban nem vették fel. Így aztán segédmunkásként kezdett megismerkedni a vízépítéssel a Vitukiban. A Balaton kisminta építkezésénél segédkezett. Aztán édesapja szakmai elismertségének hála még ebben az évben késve, de megkezdhette tanulmányait a Műszaki Egyetemen. 1965-ben szerezte meg a mérnöki diplomáját. Az egyetem elvégzése után édesapját követve Gánában vállalt munkát. Majd egy évre rá, 1966-ban tért vissza Magyarországra, az első munkahelyére a Vitukiba. Itt dolgozott a hidraulikai, a vízminőségvédelmi, a hidrológiai és újra vízminőségvédelmi intézetben. Volt tudományos kutató, osztályvezető, intézeti igazgatóhelyettes, majd tudományos tanácsadó. Első komolyabb munkája a kisvölgyzárógátak árapasztó műtárgyainak vizsgálata volt. Beszámoló jelentése olyannyira megtetszett megbízójának, hogy vele együtt egy igen színvonalas nemzetközi szakmai konferencián vehetett részt Leningrádban. Később részt vett a Tiszató mikrodomborzatának geodéziai felvételezésében, majd áramlástani méréseket végzett a tó kismintáján. A modell áramlásai eredménye alapján megtervezte, hogy hol kellene apróbb átvágásokat csinálni a mikrodomborzaton, ahhoz, hogy ne alakuljanak ki pangó vízterek. Ezeket a javaslatait nem fogadták meg. Ez sajnos további kutatómunkái során is gyakran előfordult, amihez soha nem tudott hozzászokni. A következő jelentősebb munkája az oroszlányi erőmű hűtőtavának vizsgálata volt. Igyekezett elméletileg is felkészülni a nagyon bonyolult áramlástani diszperziós konvekciós és termodinamikai számítások elvégzéséhez. Azonban igen félt a hatalmas feladattól. Bár a munkát leállították, azonban az elméleti felkészülés meghozta a hasznát. 1970-es évek elején dr. Benedek Pál, a vízminőségi intézet igazgatója áthívta az intézetébe, hogy a diszperziós szennyvízelkeverés ismeretei alapján legyen az akkoriban szervezett nagy WHO projektben a vízminőségi modellezésért felelős kutató. A projekt egyik mintaterülete a Sajón volt. A Sajón végzett mérési adatoknak feldolgozásához matematikai modellt készített, és azt a Műszaki Egyetem számítógépén futtatta le.
Ezek az akkor nagyon újszerű számítógépes vízminőségi modellezési eredmények, egyebek között az egyetemi doktori disszertációja tárgyát is képezték. A projekt keretében járt az USA-ban, ahol az elkeveredés numerikus modellezése mellett megismerkedett a nem pontszerű szennyezések szerepével. Hamarosan nagyobb angol és magyar nyelvű könyvekben és könyvfejezetekben publikált a vízminőségi modellezés, különös tekintettel természetesen a nem pontszerű szennyezésekre. Ebben az időben kezdett el foglalkozni az oktatással is. Az ELTE-n hidrológus szakirányú képzés a Vitukiban a Nemzetközi Hidrológiai Tanfolyam keretében oktatott a 2000-es évek közepéig. 2004 és 2012 között a Debreceni Egyetem Műszaki Kar építőmérnöki tanszékének egyetemi tanára volt. Idehaza a Vitukiban a Balaton és a tó vízminőségét meghatározó nem pontszerű szennyezéssel és ennek nyomán az eutrofizálódással kezdett foglalkozni. Ez a munkája egészen 2008-ig évente megismétlődött. Az eredményei széles körben publikálta magyar és angol nyelven. A 80-as évek elején már szinte válogathatott a konferencia meghívások között ezen szakterületen. Ugyancsak meghívást kapott számos projektbe, résztvevőként vagy éppen projektvezetőként. Ezek közül csak egyet emelnék ki, még a hidrológiai intézetben dolgozott, amikor egy nevére érkező JASA megbízást kapott a Rajna vízgyűjtő nem pontszerű szennyező forrásainak modellvizsgálatára. Ezt a SenseMod vízgyűjtő modell segítségével végezte el. Ennek a sikeresen elvégzett munkának komoly nemzetközi visszhangja lett, hiszen részét képezte a Rajna igen sikeres rehabilitációs programjának. Még órákig tudnám sorolni Géza szakmai munkáját, sikereit, kudarcait, de inkább Géza Vitukis napjairól szólnék néhány szót. Géza hajnalban érkezett a Vitukiba. A napját az úszodában kezdte, egy órát úszott, miközben megbeszélte a világ folyását sporttársaival, Benedek Pállal, Domokos Miklóssal, Étvári Judittal és Káderes Gyulával. Reggel 8 órakor már az irodájában volt, és délig keményen dolgozott. Ebéd után viszont bezárta az ajtaját, hogy egy és kettő között egy kicsit lepihenjen. Azt nem tudom, hogy ezt a szokását Gánából hozta, vagy Benedek Palitól tanulta, de az biztos, hogy súlyos morgásokkal nézett szembe, aki ebben az időben zavarni merészelte. Ha még egy kicsit visszamegyünk az időben, akkor Gézát nem csak az uszodában, hanem a teniszpályán és a jégpályán is megtalálhattuk. Géza nem szerette az adminisztrációt, de nagy csapatépítő volt. Kis csapatát foggal körömmel védte, és próbálta egyengetni karrierjüket. Kényszer nyugdíjazása után is tartotta velük a kapcsolatot. Naponta küldött egy-egy e-mailt, vele jó tanácsokkal, magas gondolatokkal a vízgazdálkodás gondjairól, és vidám történetekkel az életéből. Ebben az időben kezdte el írni életrajzi regélyét, amelyben szintén keveredtek az életrajzi elemek, a vízgyűjtőgazdálkodás és kedvenc témája az ökohidrológia gondjaival. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el, többek között 2013-ban a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével, aztán a környezetvédelemért elnevezési állami kitüntetéssel 2009-ben. Most búcsúznunk kell Gézától, és csak annyit mondhatunk, hogy hiányozni fogsz nekünk. Nyugodj békében, Géza!